Natur, bio, újrahasznosított. Számtalan logó, jelölés és tanúsítvány létezik ma már, amelyeket láthatunk a megvásárolni szánt termékeken. A gyártók, értékesítők sok esetben úgy szeretnék eladhatóbbá tenni áruikat, hogy ilyen jelöléseket használnak. A valóságban azonban ez nem mindig van így. Mivel a kereslet egyre jobban megnövekedett ezek iránt a termékek iránt, a fogyasztóvédelem ellenőrzési akcióba kezdett. A másik oka pedig a ellenőrzés megindításának egy uniós átvilágítás volt, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködésével felmérésre került a vállalkozásoknak az a magatartása, hogy mennyire megtévesztők a zöld állításaik, hiszen azért egyre több vállalkozás ezzel a zöld állítással újrahasznosított termékek értékesítésével próbálja népszerűvé tenni magát, illetve a termékeit, és a felmérésből az derült ki, hogy ezeknek az állításoknak a 42%-a túlzó, vagy hamis, vagy pedig megtévesztő, és több mint 50% esetében pedig a fogyasztóknak nem volt elegendő információjuk ahhoz, hogy megítélhessék ezeknek a zöld állításoknak a hitelességét. Az üzletek, termékek, hirdetések ellenőrzése április elejétől szeptember végéig tart. A szakemberek vizsgálják a hirdetések valóságtartalmát, az állítások mögötti gyártástechnológiát és a környezetbarát csomagolásokat is. Minden egyes megyében a fogyasztóvédelmi hatóság kollégái ellenőrzik azokat a termékeket, illetve azokat a vállalkozásokat vagy a hirdetéseket, ahol például a csomagoláson vagy a hirdetésekben például tiszta környezetre utaló grafikák vannak, vagy fotók, vagy illusztrációk, ezen felül pedig a tanúsító szervezetek logóit használó termékeket és vállalkozásokat is ellenőrzik, hogy ez a használat jogszerű-e, mert sajnos előfordul, hogy nem minden esetben jogszerűen alkalmazzák a tanúsítványokat. A csomagolásmentes üzletekben minimális kifogásokat találtak a tavalyi ellenőrzés kapcsán. Fogyasztói bejelentés is csak egy-két esetben történt. A mostani kampánnyal párhuzamosan a kozmetikai termékek ellenőrzése is elindul. Amennyiben szabálytalanságokat találnak az ellenőrök, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat alapján járnak el, és állapítják meg a szankciókat.